közel 10 évvel az eredeti megjelenés után a Ryuga Gotoku Studio elhozta nyugatra a Yakuza széria egyik mellékágát, pontosabban annak felspécizett változatát. Az immár Like a Dragon néven futó sorozat az Ishin által visszakanyarodott a gyökerekhez, méghozzá több szempontból is. Az 1860-as években járunk Japánban, az Edo-kor vége felé. A nyugat elkezdett betörni az országba, folyamatos kulturális fenyegetést jelentve a tradicionális japán életvitelre. A sógunátos hanyatlik, a katonai szervezet szerepét betöltő Bakufu a meggyengülését leplezve egyre kegyetlenebb és kontrollálatlanabb módon lép fel, a lőfegyverek elterjedésével pedig a szamurájok intézménye is egyre kevésbé vonzó életstílus. Ebbe a szélsőséges világba ugrik fejest a játék főhőse Sakamoto Ryoma, aki a szülővárosába visszaérkezve rögtön egy lázadásba, illetve annak vezetésébe csöppen bele. A felkelés kitervelője maga a családfő, vezetője pedig Ryoma testvére, de egy bérgyilkos már az első komolyabb megbeszélés során kiiktatja az apát, miközben a tesót is súlyosan megsebesíti. A tettes kereket old, és természetesen minden szem a főszereplőre szegeződik, akinek menekülnie kell a körzetből. Egy évvel később veheted át az irányítást Ryoma felett, aki Kyo városában bosszút forralva keresi apja gyilkosát. Az Ishin egyik legfurcsább pontját a karakterek jelentik. Többségük egy-egy történelmi személyen alapszik, ami önmagában még nem nevezhető érdekesnek, az már viszont igen, hogy ezek a figurák egytől egyik a Yakuza játékokból megismert karakterek arcát viselik. A főszereplő például Kiryu vonásait hordozza, de a többi nevesített szereplő is feltűnik előbb-utóbb a rajongók legnagyobb örömére. A bejárható terület egyébként meglepően méretes, pláne annak fényében, hogy ettől az epizódtól lényegesen korlátoltabb mozgástérre számítottunk, cserébe viszont eléggé üres lett a világ. Ugyan a temérdek melléktevékenységtől kezdve a kisebb sztorikon át a kajádákig minden jól megszokott elem feltűnik benne, de mégis olyan érzése van az embernek, mintha valami még hiányozna. Hiába tűnik logikusnak, de ezen az sem feltétlenül segít, hogy ezúttal nem egy kamuracsó szintű túlzsúfolt közegbe csöppensz, mivel az imént említett üresség ennek tudatában is lépten nyomon tetten érhető. Hatalmas pozitívum viszont, hogy visszatért a már sokszor bizonyított tárcsás golyós skillpont osztogatás, így ezúttal nem applikációkon belül kell megnyitogatni az újabb és újabb képességeket. Van abba valami kielégítő, amikor a kis golyókat behelyezed a 4 harc stílus szimbolizáló tárcsákba, ezzel feloldva egy-egy újabb képességet vagy mozdulatot. Igen, mivel 4 harc stílus van. A sima ököllel zúzda, a szamurájok kecses mozdulataival tarkított aprítás, egy nyugati lőfegyveres juggatás, illetve az előbbi kettőnek a keveréke. Ezt nevezzük úgy, hogy vagdalt húsos golyószórás. A harcrendszer a lassan 20 éves alapok ellenére szinte semmit sem változott, de ez nem feltétlenül baj, hiszen még mindig remekül működik. Melléktevékenységből akad egy rakás. Például a favágás, amit mi valamiért képesek voltunk azonnal megkedvelni. De van emellett ágyugolyó kettévágás, a szokásos táncolós, éneklős minijátékok, egy kis farmerkedés, főzés és így tovább. A fegyver, illetve ruházat kraftolás is visszatért, ami ezúttal sem túl mély, cserébe elég időigényes, és bizony meglehetősen sokat kell farmolni, ha akarsz magadnak pár csinos kis pengét. És ha már a farmolásnál tartunk, akkor ezt tessék szó szerint érteni. A játék negyedik fejezetében ugyanis megnyílik egy külön opció a menüben, amelyben egy fiatal lányt segíthetsz hozzá ahhoz, hogy kivásárolja magát a szülei által felhalmozott tartozás alól. Cserébe a farmot mindenféle növények termesztésére, csirkék tartására használhatod, sőt kutyák és macskák is elcsalhatók, hogy a házi kedvenceid legyenek. Az erénypontokból közben szépen fejleszthető és kiterjeszthető a birtokod, ahol megrendeléseket teljesíthetsz, ezzel is növelve a vagyonod. Nem a legkomplexebb szekció, de néha kifejezetten jó érzés félretenni a fegyvereket és inkább békésen kapálni. Sajnos az Ishin nem túl szép, ráadásul elég sok benne a lusta megoldás, valamint elmondható, hogy ennyi rész után már kissé izzadságszagú a megvalósítás, plusz ezúttal a melléküldetések sem sikerültek annyira emlékezetesre, mint a japán fejlesztők korábbi játékaiban. Ezen túl nem sok problémát találtunk a Like a Dragon Ishin végigjátszása során, így tőlünk végül 77%-ot kap. Nem ez lett a sorozat revitalizálása, de egy nagyon kellemes visszatérés oda, ahonnan az egész indult, és abszolút nem bánnánk, ha a Like a Dragon 8 után remake-et kapna a Kenzan, esetleg a két PSP-s cím, de még a Dead Souls című zombis horror mellékágat is szívesen pörgetnénk ehhez hasonló modernizált, újra gondolt verzióban. Ha még többet szeretnél megtudni a Like a Dragon Ishinről, akkor látogass el a PC Guru oldalára, és ne felejtsd el megnyomni a like-ot, valamint a feliratkozást sem. Köszönjük a figyelmet, találkozunk a következő alkalommal!